Egy gomnyomás és a 25-ös számú főútvonal Egri szakaszán a 30 jelzőlámpás csomópont új program szerint működik. Az átadón Habis László polgármester kiemelte, a 30 millió forintos beruházás részeként lámpás kereszteződést alakítottak ki a Fadrusz és Mátyás Király utca kereszteződésénél, illetve újrahangolták a csomópontokban található jelzőlámpákat, ami javítja a város észak-déli átmenő forgalmát és a kereszt irányú gyalogos átkelést is. A közeljövőben a tapasztalatok alapján van lehetőség finomhangolásra, és az elképzelések szerint a jövő nyári M25-ös forgalomba helyezést követően még ugyancsak lesz lehetőség szükség szerint a módosításra, hiszen változhat a városon belüli forgalom intenzitása és iránya. Szabó Zoltán, a Magyar Közúton Profit ZRT megyei igazgatója hozzátette, a városi átmenő forgalom hetente és egy napon belül is változó terhelést mutat. Ehhez igazodik az új program és a közlekedéstechnikai változások. Mint mondta, gyakorlatilag az észak-déli áthaladást, vagyis a zöld hullámot szerették volna a lehető legnagyobb mértékben biztosítani. Ennek érdekében szüntették meg például a Sertekapu utcai csomópontban a balra kanyarodást. Ez azt jelenti, hogy most a város felé kelet irányba balra nem lehet bekanyarodni, illetve több olyan kiegészítő jelzőfej került elhelyezésre a csomópontba, ahol az egyenes jobbra kanyarodó iránynak további lehetősége van abban az esetben, ha mondjuk egy balra kanyarodó jármű miatt a belső sávban megáll a forgalom, tehát ez is segíti a városon való átjutást, a hangolásnak a minőségét. Arra kérik a közlekedőket, hogy ne rutinból vezessenek a városban, mivel több helyen is változott a forgalmi rend.